Na, jött egy levél. Hát nem tudom, kitől jött ez a levél, mert nincs rajta feladó. Ez egy ilyen rendes, tisztességes, névtelen levél. Nagyon szépen meg van csinálva. Hát ami így kinyitás nélkül is látszik rajta. Belföldi bélyeg van rajta, és Tiszaújvárosban adták fel Erzsébet napján, november 19-én, és ilyen szépen meg van címezve. Ezt Word-ben csinálták, Microsoft Word-ben, méghozzá kalibri betűtípussal, ami ugye a Word-ben az alapértelmezett, azért gondolom, hogy Word-be csinálták. Na. Celuxa szépen még le van ragasztva. Szóval valaki vette a fáradtságot, hogy megszerkessze a címet és nyomtatóba tegye. Szerintem nem troll volt, vagy rossz akaró, de nem is hivatalos levél. Ha ez nagyon nehéz, ez a papír átlátszik, és annyi látszik még rajta, hogy itten írott sorok vannak, de ez is géppel írott, ha jól látom. Ó, kiszedem már a csipát a szemben, ne haragudjatok már, megérted. Ugye, mivel GoPro szeme mindent lát, ne maradjon már benne a szóval. Hát akkor bontsuk fel, mert okosabb nem leszek tőle. Nem nagyon szokás már analóg leveleket küldözgetni, ezt a... Ugye itt e-mailezgetek sok emberrel, lehet, hogy közülük valaki küldött valami meglepetést, nem tudom. Jaj, de jó! A két oldalú ragasztó. Jaj, de jó! Ha-ha! És még egy darab van benne. Jaj, tudom most már akkor, hogy mi lesz ez. Ezek is ilyen... Aha. Ezek is ilyen kétoldalú címke ragasztók. Jaj, tudom, valaki már a nevére nem emlékszem, de nem is biztos, hogy szeretné, hogy bemondjam a nevét, és én ezért nem is mondom be senkinek a nevét. Már látom a nevét, ide van írva. Gondolom ez ilyen biztos, itt is van még ilyen öntapadós. Na, ezek jók és öntapadós cuccok. Tudom már, hogy miért nem szeretné a nevét felfedni, én ezt tiszteletben is tartom, és azért nem írta rá a borítékra, hogy nehogy véletlenül, még a videóban, ha netán felbontanám a videóba, akkor látszódjon rajta a neve. Még itt is van egy darab. Ó, de jó, ó, de jó. Írta nekem mailbe, hogy fog nekem küldeni, mert neki van, és nincs rá szüksége. Az a kezdődik, hogy ne olvassam fel. Úgyhogy nem fogom felolvasni csak magamnak. Aztán majd ezt legfeljebb így kivágom, mert azért lehet, hogy lesz válasz rá. Na, hát köszönöm szépen, nem olvastam be, de elolvastam. Nem mondom be a becenevedet se, bár abból nem lehet visszakövetkeztetni, de teljesen tiszteletbe tartom az tartózkodásodat. Nagyon szépen köszönöm. Lesz neki helye ezeknek. Valószínű, hogy lesz majd zenei videó is forgatva. És akkor ugye ezek az ideiglenes ragasztók felhasználhatók gitárosoknál. És én ezeket mindenképpen használni fogom, ezeket is, ezeket is. Hát már az itthoni gitára már nem nagyon ragasztom fel, ugye ezen itt van a gyári GoPro-s tartozik, de ugye csak próbálgattam. Én már ugye nem vagyok aktív zenész, nagyon ritkán zenélgetek, nincs arra szükség, hogy én most a gitára ragaszgassam. Meg az eszembe jutott, hogy ha felveszek valamit gitára, mit tudom én, ilyen
basszus tutoriált akarnék csinálni, akkor sokkal könnyebben is megoldhatnám. Ugye mivel, hogy nagy látószöge van a GoPro-nak, egyszerűen fogom, ide az ölembe veszem a basszusgitárt, GoPro-t meg ide leteszem, és gyönyörűen benne van a nyaktól a, tehát a jobb kéztől a bal kéz. Ezt meg majd levakarom róla, hogy ne legyen ilyen ronda. Ezt kész. Viszont, ha megkérnek a srácok, hogy forgassunk ilyen egyszerűbb klippet, vagy ilyesmit, akkor nagyon jó fog jönni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer. Még meg fogom köszönni írásba is külön, de hát ezek nagyon jól jöttek nekem. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Van már ragasztom.